Benneteket az Úr Jézus nevében, és hiszem, hogy az Úr fog szólni hozzánk ma az ő igéjén keresztül. Egy picit szeretném feleleveníteni azt, amiről az elmúlt vasárnapi prédikációban beszéltem. Ha emlékeztek rá, az volt a címe a prédikációnak, hogy az ige tekintélye. És azt próbáltam fejtegetni az Isten szava alapján, hogy mennyire fontos, hogy az életünkben tekintélyt adjunk Isten igéjének. Mennyire fontos az, hogy megismerjük Istennek a beszédeit, higgyünk benne, alárendeljük magunkat Isten beszédének, és engedelmesek legyünk mindannak, amit ő mond. Mert az igének nagyon fontos szerepet szánt Isten az életünkben, és az egész prédikációnak egy nagyon fontos tanulsága volt, és van a számunkra, hogy az Isten beszédéhez fűződő viszonyunk, vagy viszonyod, az meghatározza az életedet. Tehát az Isten igéhez fűződő viszonyod meghatározza az életedet. Olvastunk a Bibliából egy példázatot, amit Jézus mondott a két házépítő emberről, emlékeztek rá. Az egyik alap nélkül a homokba építette a házát, a másik pedig leásott, mélyrehatolt és kősziklára alapozta a házát. Azt mondja a Biblia, hogy eljött az árvíz mindkét házra, ugye most ez különösen aktuális téma, és az egyik az összeomlott és teljesen elpusztult, a másik pedig megállt stabilan, szilárdan és semmi baja nem lett. Azt mondja Jézus, hogy ez a két ház kétféle embert jelképez. Mindkettő ember Jézushoz jön, mindkettő ember hallja az ő beszédeit, de az egyik aláveti magát Isten igéje tekintélyének, a másik nem veti alá magát, ami abban nyilvánul meg, hogy az egyik megtartja a gyakorlatban is megvalósítja, engedelmeskedik neki, a másik pedig nem engedelmeskedik az igének, és nem valósítja meg a gyakorlatban. Testvérem, hogyha az életednek bármely területe úgy érzed, hogy romos, problémákkal küzdesz, ha úgy látod, hogy az életednek valamely területén nem Isten igéje érvényesül és valósul meg, akkor annak Jézus szavai szerint egy oka van, hogy nem szereztél érvényt, nem adtál érvényt az életedben Isten igéjének, az életednek arra a területére vonatkozóan nem ismerted meg Istennek a beszédét, nem jutottál hitre Istennek a beszédében, nem vetetted alá magadat, nem engedelmeskedtél Istennek Isten beszédének. Legalábbis Jézus tanítása ezt mondja a mi számunkra. Pál apostol, amikor elbúcsúzott az efézusi presbiterektől, akkor azt mondta nekik, hogy Istennek, az Úrnak és az ő kegyelme igéjének, beszédének ajánlak benneteket, amely képes megtartani, illetve képes felépíteni benneteket. Isten az ő igéjén keresztül akar bennünket felépíteni, és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az igéhez való viszonyunk, az meghatározza az életünket, hogy milyen viszonyt alakultunk ki Istennek a beszédével. Szeretnék két okot említeni a Bibliából még, ami miatt különösen is fontos, hogy tisztelettel, megbecsüléssel, csodálattal viszonyuljunk Istennek a szavához, Istennek a beszédéhez. János evangélium a 12. fejezetében, 47. verstől, nem a 78-ig, hanem a 48. versig, Jézus a következőket mondta. Én nem ítélem el azokat, akik hallgatják a szavaimat, de nem engedelmeskednek. Nem azért jöttem, hogy elítéljem az embereket, hanem azért, hogy megmentsem őket. De lesz valami, ami elítéli azt, aki visszautasít engem, és nem fogadja el a beszédeimet. Szavaim, amiket mondtam, azok ítélik el őt az utolsó napon. Most a kegyelemnek a korszakában élünk. Isten nem ítélkezni akar, nem végrehajtani akarja az ítéletet a bűnösök felett, hanem egy olyan lehetőséget adott, hogy mi megtérjünk, higgyünk ő benne, és hozzá folyamodjunk. Azt mondja Jézus, hogy én nem akarom elítélni az embereket, azért jöttem, hogy megmentsem őket, és utána azt mondja, hogy majd az utolsó napon az ige, azok a szavak, amelyeket én mondtam, azok fognak megítélni minden embert. Mennyire kell tisztelnünk, mennyire kell becsülnünk Istennek a szavát, Istennek a beszédét, hogyha tudjuk, hogy egyszer majd az utolsó ítéletkor ez alapján leszünk megítélve. Pártatlanul és részrehajlás nélkül. A következő ige János evangélium a 14. rész 23. vers, ami szintén egy olyan indokot tartalmaz, ami miatt tisztelnünk és becsülnünk kell Istennek az igéjét,
félnünk kell, nagy istenfélelemmel kell viszonyulnunk hozzá. Azt mondja Jézus, aki igazán szeret engem, az megfogadja szavaimat, és engedelmeskedik nekem. Ezért atyám is szeretni fogja őt. Atyám és én eljövünk hozzá, és vele együtt fogunk lakni. Itt Jézus arról beszél, hogy kik azok, akik igazán szeretik őt, és kik azok, akik nem igazán szeretik, és arra mutat rá, hogy miből látható egy embernek az életében, hogy ő igazán szereti Jézus Krisztust, vagy pedig nem. Azt mondja, hogy abból látható a szeretet, hogy valaki megfogadja az ő szavait, és engedelmeskedik neki. Hogyha nem fogadjuk meg az Úrnak a beszédét, és nem engedelmeskedünk neki, akkor az bizonyára egészen biztosan, vagy kétség nélkül azt mutatja, és azt jelzi, hogy nincs a szívünkben valódi szeretet az Úr iránt. Nagyon fontos, hogy a szeretet oldaláról indul ez a dolog, tehát amikor az Úr megérint bennünket, és a szívünkben fellángol a szeretet, a ragaszkodás Isten iránt, Jézus Krisztus iránt, akkor ez egy olyan vágyban fog majd testet ölteni, hogy Uram, mit akarsz, mi a te akaratod, és én szeretném egyre jobban megvalósítani azt, amit te mondasz. Azt mondta Jézus, hogy azok, akik megtartják az ő beszédeit, az ő igéjét, azokat az atya az ő szeretetébe fogadja, kedvesen tekint rájuk, szereti őket, és azt mondja, hogy eljövünk hozzá, és vele együtt fogunk lakni. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában kevés olyan hely van, ahol a Szent Háromság személyeit így többes számban emlegetné az ige. Ez azok közül egy. Látjátok, hogy Jézus mit mond? Azt mondja, hogy aki az én beszédeimet megtartja, és engedelmeskedik, annak az életében válik lehetővé az, hogy ő és az atya elmenjenek és ott lakjanak nála. Lehet, hogy vannak emberek, akik szeretnék, hogy Isten ott lakjon az életükben. Szeretnék, hogy ott cselekedjen az életükben, de nem nyitottak az ő beszéde felé, nem vetik alá magukat az ő beszédének, és nem engedelmeskednek neki. Ez a kettő együtt jár. Isten az ő igéjén keresztül fog belépni az életünkbe, és ott megnyilvánulni. Szóval nagyon fontos az, hogy alárendeljük magunkat az ige tekintélyének. Még egy részt szeretnék a Bibliából mutatni nektek, így ezt hangsúlyozandó. Amikor Gábriel angyal eljött Jézushoz, aki, illetve Máriához, a Názáretben, vagy a lévő szűzhöz. Názáretben lakott Mária? Hol lakott Mária? Na nézzük csak meg. A Lukács evangélium. Ugye később Názáretben lakott, most elbizonytalanodtam egy pillanatra, hogy ragaszkodjunk az igének a kijelentéséhez, gyorsan megkeressük. Azt mondja, a 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz. Jó van, jól mondtam. Tehát Názáretbe jött Gábriel, mert ott lakott éppen Mária. Nagyon fontos, hogy az igének a tekintélye tisztelni kell, tehát ha Názáretbe, akkor nem lehet azt mondani, hogy Betlehembe, hanem Názáretbe. Szóval, eljött ez a bizonyos Gábriel angyal, és egy fantasztikus üzenetet hozott Máriának. Azt mondta neki, hogy Mária, Istennek az a terve, hogy rajtad keresztül lépjen be a messiás ebbe a világba. Szóval nagyon sok zsidó fiatal asszony, meg lány álmodozott arról, hogy majd esetleg ő rajta keresztül fog eljönni a messiás. És hát Máriaval pontosan ez történt, hogy egy hatalmas ígéretet és egy hatalmas tervet közölt vele az angyal. De akkor tudott valóra válni ez a terv Máriának az életében, amikor ő a következő mondatot mondta, illetve a következő hozzáállást tanúsította. Azt mondta, miután az angyal elmagyarázta neki, hogy ez hogy mit fog történni, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéled szerint. Mária először nem értette, hogy mit akar Isten, és hogy fog ez történni, hiszen ő nincs férjnél, és férfit nem ismer, és akkor elmondja neki az angyal, hogy majd a Szent Szellem az, aki rád fog szállni, Istennek az ereje fog megérinteni téged, és akkor majd fogansz a te méhedben, és aki majd megszületik, az a magasságos Isten fiának neveztetik. És akkor Mária megértette, hogy hogyan fog ez történni, akkor mit tett? Alárendelte magát Isten beszédének. Azt mondta, hogy íme az Úr szolgáló leánya, az eredetiben az szerepel, hogy rabszolga lánya. Tehát kinyilvánította Isten felé az ő alávetettségét, és nem is egyszerűen csak Isten felé nyilvánította ki az alávetettségét, hanem Isten beszéde felé, igaz? Mert azt mondta, hogy íme az Úr rabszolga lánya, legyen nekem a te beszéded szerint.
Azt szeretném mondani, hogy Istennek az ereje akkor fog az életedben megnyilvánulni, megjelenni, és Istennek a tervei, amik egyébként csodálatosak és nagyszerűek, akkor fognak az életedben beindulni, aktiválódni és véghebe menni, amikor alárendeled magadat Isten beszédének. Amikor te is kimondod azt, hogy én az Úrnak a szolgája vagyok, és legyen nekem az ő beszéde szerint. Én hiszem, hogy Máriában abban a pillanatban fogant meg Jézus, amikor a szívét ilyen módon megnyitotta, és alárendelte magát Isten beszédének. Manapság nagyon sok ember van, aki nem akar igazán engedelmeskedni Isten beszédének. Aki, ahogy az elmúlt alkalommal mondtam, talán a motivációs könyvek sorába tartja a Bibliát. És úgy gondolja, hogy amikor szüksége van a lelkének egy kis erőre, akkor oda nyúl a Bibliához, és olvas belőle. De nem úgy tekint rá, mint Isten szavára, és nem rendeli alá önmagát Isten beszédének. Ami tetszik belőle, azt megtartja, ami nem tetszik belőle, azt nem tartja meg. Amikor bűnbocsánatra van szüksége, akkor nyúl az igéhez, hogy Uram, te azt mondtad, hogy megbocsátó Isten, vagy stb. De amikor az Úr azt mondja, mondjuk, hogy válogasd meg a szavaidat, vagy ne paráználkodj, vagy ilyesmi, akkor elfelejti azt, amit Isten igéje mond, legalábbis nem törődik vele. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az igének a tekintélye az életünkben meglegyen, és megfelelően nézzünk Istennek a beszédére. Tehát az Isten beszédéhez fűződő viszonyod, az meghatározza az életedet. Hogy felépül-e az életed, hogy Istennek a tervei, Istennek az áldása megvalósul-e az életedben, vagy sem, az nagyon nagy részt attól függ, hogy Isten beszédéhez hogyan viszonyulsz. Hogy elfogadod-e Isten szavaként, a mindenség ura szavaként, aláveted-e az életedet neki, megismered-e, és akarod-e megvalósítani, akarsz-e engedelmeskedni neki, vagy pedig nem. A mai alkalommal ezen a gondolatmeneten szeretnék tovább haladni, és az ige kihirdetésében rejlő erőről szeretnék beszélni. Arról, hogy micsoda hatalom és micsoda erő van az Istennek a beszédében, és hogy ezt a hatalmat és ezt az erőt mi hogyan tudjuk a saját életünkben felszabadítani. Egy néhány bibliaverssel szeretném kezdeni, amiről látni fogjátok, hogy mind egybe csengenek. Az első, nem is bibliavers, hanem több bibliavers, az a Efézus beliekhez írott levél 6. fejezetében olvasható. Ha van nálatok biblia, kérlek, hogy lapozzátok fel. Ma nem írtam ki a többi igét, csak az igehelyeket. És a 10. verstől a következőt írja a Biblia. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög ravasságaival és mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér, vagyis nem emberek ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát először is azt mondja a Biblia, hogy akkor, amikor konfliktus helyzetekbe kerülünk, akkor, amikor a lelkünk nyomás alá kerül, a testünk nyomás alá kerül, a kapcsolataink nyomás alá kerülnek, amikor azt érezzük, hogy kezdenek rosszul működni a dolgok az életünkben, akkor azt mondja Isten igéje, hogy ez nem azért van, mert emberek vannak ellenünk, hanem azért, mert szellemi lények vannak ellenünk. És akkor, amikor a megoldást keressük a problémáinkra, akkor Isten igéje a tekintetünket túl akarja vezetni a látható világon. És azt mondja, hogy nem a látható fizikai világban kell keresnünk a problémáinknak a nyitját, ami ellenségünket, hanem a láthatatlan világban, a szellemvilágban, ahol az ördög és az ő angyalai és az ő különböző rendű, rangú démonok, gonosz szellemek vannak. És azt mondja a Biblia, hogy az ördög mesterkedik velünk szemben. Itt azt mondja az eredeti, hogy mindenféle metódusokat és módszereket és praktikákat használ és vet be az ördög. Volt ideje kikísérletezni a praktikáit velünk szemben. Sok ideje volt, évezredek álltak a rendelkezésére. Ki is kísérletezte, tökélyre fejlesztette, és ellened beveti azért, hogy kimozdítson valamilyen módon az Istennek az erejéből. Azt mondja a Biblia, hogy ezért meg kell erősödnünk az Úrban és az ő hatalmas erejében. Hogyan? Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát,
felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek, a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde. Itt egy egész fegyvertárat sorol fel a Biblia, amivel most nem szeretnék részletesen foglalkozni. Mindegyik fegyverzet résszel, elemmel egy külön prédikációba lehetne foglalkozni, hanem most csak a legutolsó darabra hívnám fel a figyelmeteket. Azt mondja a Biblia, hogy vegyétek fel a Szent Szellemnek a kardját, ami micsoda? Az Istennek a beszéde. Tehát azt mondja a Biblia, azt mondja Pál apostol a Szent Szellem által, hogy a Szent Szellemnek a kardja, támadó fegyvere az az ige. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verséhez is lapozzunk, és ezt is hadd olvassam fel. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélő kardnál, és áthatol a szellem és a lélek az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Figyeljetek csak, hogy mit mond a Biblia Isten igéjéről, Isten szaváról. Azt mondja, hogy Isten szava az él, és tele van energiával, és utána azt mondja, hogy élesebb minden kétélő kardnál. Élesebb minden kétélő karnál. Képes áthatolni az ember lényének elhatolni az ember lényének a legmélyéig, mind a láthatatlan szellemi részének a legmélyéig, mind a testi, fizikai valójának a legmélyéig. Tehát látjátok, hogy a Biblia itt is Istennek a beszédét kardhoz hasonlítja, mégpedig egy kétélű kardhoz. Menjünk tovább, a Jelenések könyvének az első fejezetéhez is lapozzunk. Kérlek benneteket, hogy hordjatok magatokkal a Bibliát. Jelenések könyve, első fejezet, 16. vers, de én olvasom egész a 9. verstől. Tudjátok, hogy János apostolnak volt egy elragadtatása ott a Pátmosz szigetén, és látomásban találkozott az Úrral, és most ezt a találkozást szeretném felolvasni. Én János, ez nem a harangozó János, hanem ugye a apostol, én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg a könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergámonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palázsba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében ízzó érchez, a hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása, ez volt Jézus a mennyei dicsőségében. Milyen megragadó már pusztán a leírása is, ugye, ahogyan olvassuk. Tehát azt mondja, hogy a lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, amikor a nap teljes erejével fénylik. Mit mond János, hogy mit látott Jézusnak a szájából, mi jött ki? Azt mondja, hogy egy kétélű éles kard jött ki az ő szájából. Nem is tudtátok igaz, hogy Jézus kardnyelő. Hát nyilván nem a szószoros értelmében, de az ige azt mondja képszerűen, hogy a szájából kétélű éles kard jött ki. Menjünk tovább, és lapozzunk rögtön a második fejezethez, a 12. verstől, ami a pergámoni gyülekezetnek szóló levél. A pergámoni gyülekezet angyalának, képviselőjének írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Mi van Jézusnál? Azt mondja, egy kétélű éles kard van nála. Azt mondja az, akinél a kétélű éles kard van, tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van. Azt mondja, tudom, hogy nagyon nagy a gáz ott, ahol laksz, nagyon nagy az istentelenség, és a sátáni erők, hatalmak nagyon intenzíven működnek ott, ahol te laksz. De ragaszkodsz a nevemhez,
És nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm volt, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Szóval nem volt egyszerű a helyzet, voltak vértanúk is, akiknek a hitük miatt kellett meghalni. És azt mondja, hogy nem tagadtad meg a hitedet. De egy kevés panaszom van ellened. Mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákat, hogy hogyan csalja törbe Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Micsoda praktika. Itt is az ördögnek egy praktikája. Hogyha nem megy átokkal, akkor majd megy kísértéssel. Ha nem megy erővel, akkor majd megy csábítással. Hogy rávegye Isten népét arra, hogy hűtlen legyen, hogy olyan bűnökbe menjen benne, ami kedves neki, ami a vágyait, a kívánságait úgy felgerjeszti. Ez volt Bálámnak a tanácsa Bálák irányába. Tehát, hogy bálványáldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád, és harcolok ellenük számnak kardjával. Figyelitek, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy térjetek meg ebből. Térjetek meg ebből a világias, testies, istentelen világgal flörtölő életmódból, mert ha nem, akkor elmegyek hozzád, és mivel fogok harcolni ezek ellen az emberek ellen? Azt mondja, a számnak a kardjával. A Jelenések könyvének a 19. fejezetét, most nem olvasom föl, ott le van írva az utolsó nagy ütközetnek a képe, és ott úgy nevezi a Jézust, a Biblia, hogy az Istennek az igéje. És azt mondja, hogy ott, hogy a fehér lovon ült, kijött a szájából az az éles, két élő éles kard, és utána azt mondja, hogy ezzel győzte le az ellenséget, és ezzel semmisítette meg Istennek az ellenségeit. Látjátok tehát, hogy teljesen konzekvens, világos a Bibliában az a kép, hogy Istennek a szava, Istennek a beszéde az olyan, mint egy kard, az egy szellemi fegyver. Istennek a beszéde az egy szellemi fegyver. Nos, én hoztam egy kis segítséggel ma egy kardot, hogy szemléltessen számatokra, hogy mit mond a Biblia. És most arra gondoltam, hogy rekonstruálhatnánk egy tusát is, úgyhogy a Krisztiánt megkérte, nem tudom, itt van, hogy próbáljon meg rám támadni, mint gonosz fejedelemség. Úgy próbálj meg valahogy ököllel rám támadni. Ugye? De támadj meg. Hát ez még így lájtos, semmi. Jó, kis pajtás. Na, ez volt a ütközet 1. Most eljátsszuk az ütközet 2-t. Ugye ez a összecsapás a menekülésről szólt. Most akkor jöhet a második ütközet. Na, hagyjál már, hagyjál! Ne bánts! Jó. Ez a paraszkodásról szól, de nem igazán rendes gonosz, mert a rendes gonosz ilyenkor nem hagyja abba. Na most akkor próbáljuk meg a következő harmadik csatát is. Gyere! Jó. Ez a küzdelem 3. És akkor most jön a küzdelem 4. Szóval jöhet a küzdelem 4. Jó, köszönöm szépen. Tehát szerintem egy tapsot megérdemel a Krisztián, hogy élete kockáztatásával is az igehirdetés sikerét szolgálta. Na most miért játszottuk el ezt nektek? Azért, mert én úgy látom, hogy nagyon sok kereszténynek van két problémája. Az egyik, hogy nincs tisztában a fegyverének a jelentőségével és az erejével, ami a birtokában van. Történetesen nincs tisztában az Isten igéjének a hatalmával és az erejével, nincs tisztában avval, hogy a szellemvilág előtt
és az egész anyagi világ előtt, és a teremtett világ előtt az Isten szavának milyen ereje és milyen hatalma van, ezért amikor az ördög megtámadja, akkor eszébe se jut az, hogy esetleg ezzel ezt a fegyvert használhatná. Tehát az egyik probléma az, hogy nincsenek tisztában, nem vagyunk tisztában a fegyverünknek az erejével, az Isten igének az erejével. A másik probléma, hogyha sejtjük is, hogy van benne erő, nem tudjuk, hogy kell használni. Pedig, ha tisztában lennénk a hatalmával és az erejével, ugyanakkor tudnánk azt, hogy hogyan használjuk az igét, akkor rengeteg küzdelemben sokkal nagyobb eséllyel harcolhatnánk, sőt, nem egyszerűen csak sokkal nagyobb eséllyel, hanem győztesen harcolhatnánk. Úgyhogy szeretnék egy néhány dolgot mondani nektek Isten igéjével kapcsolatosan. Az első, hogy Isten szava az hatalommal és erővel teljes. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. versében azt olvastuk, az imént már idéztem ezt a Biblia verset, egészen kifulladtam ebben a küzdelembe. Na látod, azért jól lefárasztottalak. Szóval azt mondja a Biblia, hogy mert Isten igéje, köszönöm, erre indikál. Nekem nincs itt a feleségem. Köszönöm. Szóval, azt mondja a zsidók 4.12, hogy Isten igéje az élő és hatékony. Itt a görögben az a szó szerepel, hogy él. Olyan formában van ez a kifejezés, hogy nem egyszerűen élő, hanem azt mondja, hogy él, hogy életben van. Tehát az Istennek a szava, az Istennek a beszéd, az nem egyszerűen egy gondolat. Nem egyszerűen csak egy igazság, hanem azt mondja a Biblia, hogy élet. Egyszerűen él. Úgy, ahogyan te élsz, ugyanúgy Isten beszéde is él, azt mondja a Biblia. A másik, hogy azt mondja, hogy energos, vagyis hogy energész, azt mondja, hogy működő és hatékony. Ez az energia szavunk is innen származik. Energia van benne. Isteni erő van benne. Ez egész más megvilágításba helyezi számunkra az igének a hatalmát és az igének az erejét. A János 6.63-ban Jézus azt mondja, hogy a szellem az, aki életre kelt, a test, az a hús, nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, az szellem és élet. És itt is ugyanazt mondja Jézus, hogy azok a beszédek, amiket én mondtam, az élet, az él. És azt mondja, hogy az szellem. Azt mondja Jézus, hogy a test önmagában semmire sem jó. Hogyha valakinek a testében nincs ott a lelke és a szelleme, akkor az csak porhüvely. És semmi értelme nincsen. Nem lehet vele kommunikálni, semmire se lehet vele menni. Egymásban, végül is, ha belegondolunk, mi nem egymásnak a testét szeretjük, normális esetben, hanem azt, aki benne lakik. Mert abban a pillanatban, hogy ő kiköltözik a testéből, a test már semmire sem jó. Abban a pillanatban az ember elkezd inkább visszahőkölt tőle. Azt mondja Jézus, hogy a test semmit sem használ, hanem a szellem az, amely megelevenít. És figyeljetek, hogy utána mit mond? Azt mondja, hogy azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, az szellem és élet. És itt a réma kifejezés áll a görögben, ami azt jelenti, hogy az én mondásaim, az én megnyilatkozásaim, azokban benne van az isteni élet, és benne van az isteni szellem. Ezt tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor Isten megszólít téged, kapsz egy megnyilatkozást az Úrtól, az ő igéjén keresztül, akkor az isteni élet és az isteni szellem fog megérinteni azáltal. Jeremiás 23-29. Azt mondja itt az Úr, hogy nem olyan-e az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, és mint a sziklazúzó pöröly. Tudjátok, hogy az anyagi világban a tűz nagyon nagy erőkre, nagyon nagy dolgokra képes. Amikor felgyullad egy erdő, nem lehet megfékezni. Képes megemészteni nagyon sok mindent. Hatalmas erő van a tűzben. Azt mondja itt Jeremiáson keresztül az Úr, hogy az én szavam az nem olyan-e, mint a tűz, de igen olyan. És nem olyan-e, mint a sziklazúzó pöröly, amely képes porrá zúzni dolgokat. Hatalom és erő van Istennek a szavában. 33. Zsoltár 8.-9. verse ezt írja. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, az meglett, és amit parancsolt, az előállott.
Figyeljetek, szeretném, hogyha látnánk ma azt, hogy a Biblia, bár használ képeket is, szimbólumokat, ezek a kijelentései nem metaforikusak. Az, hogy ezt a Föld bolygót, az univerzumot, a csillagrendszerünket egy hatalmas, végtelen személy alkotta, az tény. Az tény. És amin mi most ülünk, ez a bolygó, ez a Föld, azok a hegyek, amelyek körülvesznek bennünket, az az ég, ami a fejünk fölött van, az mind ennek a hatalmas lénynek az alkotása. És mit mond, hogy hogyan csinálta? Hogyan hozta létre? Úgy, hogy szólt. Azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Azt mondta, hogy hajtson növényeket a Föld, és elkezdett növényeket hajtani. Figyeljetek, milyen energia kell, hogy legyen az isteni szóban? Mert mi a fizikai következményeit látjuk ennek az erőnek. De nem jöhetnek létre a fizikai világban dolgok energia nélkül. Micsoda energiára, és micsoda intelligens, irányított energiára van szükség ahhoz, hogy ez a látható világ létrejöjjön abban a formájában, ahogyan létrejött. És mit mond a Biblia? Azt mondta, hogy Isten az ő szavával hallgatta ezt meg. Tehát szeretném, hogyha tudnánk és látnánk azt, hogy ami be van zárva ebbe, az Istennek a hatalma és az Istennek az ereje. Az Isten beszédének az hatalma és ereje van, Isten az ő isteni hatalmát és erejét helyezte bele az ő beszédébe. Egy következő igazság, hogy Isten az ő munkáját az ő szava által végzi. Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetéhez szeretnék lapozni. Ézsaiás 55. 10. vers és 11. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Természetből vett hasonlatot hoz először az Úr, és azt mondja, hogy figyeljétek meg a csapadékot, meg a csapadék által beindított és véghez vitt folyamatokat. Azt mondja, hogy jön a hó vagy az eső, ami magába hordozza az éltető vizet, és az lehull a földre, és amikor lehűl, akkor elindít egy folyamatot. Megöntözi a földet, képessé teszi a termésre, utána a föld meg is termi a maga gyümölcsét, tehát az eső meg a hó már rég nincs sehol, ugye? De termőképessé tette a földet, a föld megtermi a gyümölcsét, és mi lesz annak a következménye? Hogy az emberek jól laknak, sőt, még vetőmagjuk is lesz. Értitek, miről van szó? Azt mondja a Isten, hogy az én szavam olyan folyamatokat indít be, amelyek szinte kikutathatatlanul messze elhatnak és elgyűrűznek. És ezeket az isteni munkákat ő az ő igéjén keresztül végzi. Azt mondja Isten, hogy ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Kijön az Isten szájából az ige, a szó, amit mond, kijön az ő szava, és azt mondja, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Amikor Isten szól, annak mindig célja van. Ő mindig véghez akar vinni valamit az ő szava által. És benne van az ő szavában az isteni hatalom, Isten tulajdonképpen önmagát mondja ki az igében. Benne van az igében. Kiterjeszti önmagát az igén keresztül. Érted? És amikor magát kimondja az igében, akkor annak mindig célja van, és soha nem jön vissza hozzá az az ige, az az energia, anélkül, hogy vagy úgy, hogy célt tévesztene, vagy nem lenne képes véghez vinni azt, amit Isten akar, hogy véghez vigyen. Micsoda hatalom van benne. És láthatjuk azt az elvet, hogy Isten az ő munkáját, az igéje, a szava által végzi. 33. Zsoltár 8.-9. versét az előbb már idéztem, de most szeretném ismét idézni, mert ott azt mondja a Biblia, hogy féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, az meglett, és amit parancsolt, az előállt. Hogyan hozta létre Isten ezt a világot? Szólt, parancsolt, és Isten azt mondta, hogy legyen, és amikor azt mondta, hogy legyen, akkor létrejött.
A teremtő munkáját az ő szava által végezte. 107. Zsoltár 17. verstől. Ez egy nagyon érdekes Zsoltár, mert különböző élethelyzeteket sorol fel, amikor emberek bajba jutottak, és utána az Úrhoz kiáltottak segítséget. 17. verstől is egy ilyen jelenet olvasható. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. Annyira jól leírja, nem? Hogy vannak emberek, akik szenvednek a vétkes életük és a bűneik miatt. Olyan helyzetbe jutott az életük, hogy már minden ételtől megundorodnak, már enni sincs kedvük, és mindez az ő istentelenségüknek, az ő bűnüknek a következménye. De így folytatja ezt a jelenet az írás. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. És figyeljétek csak, hogy hogyan. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Figyeljétek csak meg, hogy Isten minek a révén, milyen eszközzel mentette ki ezeket az embereket abból a helyzetből, amiben voltak. Azt mondja a 20. vers, hogy elküldte igéjét. Elküldte az ő szavát. Ez olyan, mint amikor egy úr elküldi a küldöttét, hogy menj és csináld ezt, vagy csináld azt. Egyszer Elizeus próféta mondta a szolgájának, hogy menjen és a botját tegye rá egy betegre, hogy meggyógyuljon. És elküldte. Azt mondja a Biblia, hogy Isten elküldi az ő beszédét. Elküldi az ő beszédét, és az ő beszédében elküldi az ő erejét és az ő hatalmát, és ezen keresztül belenyúl az életünkbe, és kiragad bennünket a mi nyomorúságunkból. Legyen az betegség, mert erről van szó. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. A lelkünkben is, a testünkben is az isteni változásokat az ő igéje által viszi véghez. A következő a Péter első levele, első fejezet 23. vers azt írja, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Hihetetlenül sokat mondó ez a rész is. Itt a görögben a spóra kifejezés szerepel, amit a növényvilággal kapcsolatban is használunk, és az ivar sejteket, a szaporító sejteket jelenti. Azt mondja a Biblia, hogy Istennek a szavában, az Istennek a beszédében benne van az az isteni ivarsejt, amely képes megtermékenyíteni egy embert, és képes isteni, új isteni dolgokat létrehozni ő benne. Értitek? Tehát amikor Isten szavát, beszédét befogadjuk a mi bensőnkbe, akkor az Isten szavában lévő isteni erő és szellem, az bennünket megérint, megtermékenyít, megszabadít, és az isteni valóságot létrehozza bennünk. Fantasztikus dolog. Tehát a teremtett világban is, az anyagi világban is, és a szellemi világban is, és a mi lelkünkben is, és a mi bensőnkben is Isten az ő munkáját a szava által végzi. Egy következő igazság az igével kapcsolatosan, hogy az ige és a Szent Szellem elválaszthatatlan, együtt működik. A 33. Zsoltárból már olvastunk, most a 6. verstől szeretném, vagy csak a 6. verset szeretném felolvasni. Azt mondja, az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete. Figyeljétek csak meg! Az Úr szava alkotta az eget, és az egész seregét az ő szájának a lehellete. Az egyszerű fordítás úgy írja ezt, hogy az örökkévaló teremtette szavával az egeket, lehelletével az égi seregeket. A szóról beszél, és a leheletről. Amikor Isten szól, akkor az ő szellemét kibocsátja magából az ő szavával együtt. Ugyanúgy, ahogy én meg te tesszük. Úgy vagyunk megalkotva Isten képére és hasonlóságára, hogy a levegőt kell kiáramoltatnunk magunkból ahhoz, hogy a hangszálaink megrezegjenek, és hogy utána valamit ki tudjunk mondani. Nem tudsz úgy kiejteni egy hangos szót a szádon, hogy ne áramolna ki levegő belőled, lehellet. Azt mondja a Biblia, hogy az Istennel is ugyanígy van. Amikor ő szól, akkor kibocsátja az ő szellemét, kijön a Szent Szellem, és az igével együtt működik, és az igével együtt munkálkodik. A Timóteushoz írt 2. levél, 3. fejezet, 16. verse a következőt írja. A teljes írás
Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy érett korú legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Figyeljetek csak, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Itt a görögben az a szó szerepel, hogy teopneustos, ami egy összetett szó, a teoszból áll, ami azt jelenti, hogy Isten, illetve a pneo igéből áll, ami azt jelenti, hogy fúj, illatozik, lehel, liheg, fújtat. És amikor a Biblia azt mondja, hogy az írás Istentől ihletett, akkor teopneustos, az azt jelenti, hogy Isten által kilehelt. Barátom, az írás, ami a kezedben van, azt az Isten szelleme hozta létre. És amikor az Isten szelleme kilehelte az Istennek a szavát, akkor azzal együtt belerejtette az isteni hatalmat és az isteni erőt. Érted? És ebben olyan hatalom van és olyan erő van, hogy csillagrendszereket képes létrehozni. Hogy földet, napot, holdat, csillagokat képes létrehozni az Isten beszédében lévő isteni hatalom és isteni erő. És ezt Isten odaadta a kezedbe. Hogy csatold az oldaladra, hogy fegyverezd magadat fel vele, és amikor szükséged van rá, akkor használd. Értitek? Nos, ez az, amivel nem vagyunk tisztában sokszor. Ez az, amivel nem vagyunk tisztában, amikor a harcainkat harcoljuk, és a küzdelmeinket vívjuk. Ököllel akarunk szembe menni az ördöggel. Vagy ami emberi, lelki, pszichés erőnkkel próbálunk ellene menni. Igaz? Megtámad az ördög, és a lelkeden érzed a nyomást, érzed a keserűséget, a békétlenséget, érzed a zavarodottságot, érzed, hogy a hitedet megtámadja, és meg akarja roppantani. Érzed azt, hogy az identitásodban meg akar rendíteni téged, hogy te nem is vagy Isten gyermeke, meg nincs is menny, meg nincs is pokol, meg az egész hazudik neked. És érzed, hogy rád özönlik az ördögnek a hadserege, és hogyan próbálsz ez ellen védekezni? Megtámadja a lelkedet, a testedet, az elmédet, a családodat, a kapcsolataidat, a hitedet, hogy leromboljon téged. Hogyan próbálsz védekezni? Elszaladsz? Nem tudsz elszaladni előle. Ember elől el tudsz szaladni, de a szellemi lények elől nem tudsz elszaladni. Mehetsz bárhová, ott is ott lesznek veled. Akkor mit csinálsz? Sopánkodsz, sajnálod magad, jaj, nem már! Olyan rossz nekem, keseregsz, sírsz, nyavajogsz. Vagy mit csinálsz? Pszichés erővel próbálsz védekezni? Nem, én akkor is megállok, nem tudom, mi lesz. Vagy pedig fogod a kardodat, az Istennek a beszédét, és irányzottan, céltudatosan szembe helyezed az ördögnek a támadásaival. Ez egy rendkívül fontos dolog. A kérdés, hogy hogyan használjuk a kardot? Hogyan használjuk az Istennek a beszédét? Figyeljetek csak, mit mond az ige. Azt mondja, hogy Jézusnak a szájából jött ki az a bizonyos kard. Tudod, hol van a kardod? Nem az öveden van, hanem a szádban van. Mivel tudod meglendíteni a kardodat? A nyelveddel és a belőled kiáramló levegővel tudod meglendíteni. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a nyelvünknek és a beszédünknek kulcs szerepe van abban, hogy az Isten beszédének a hatalma és az ereje érvényre jusson az életünkben és a környezetünkben, a körülményeinkben. A nyelvünknek és a beszédünknek kulcs szerepe van abban, hogy az Isten beszédében lévő hatalom és erő az életünkben megjelenjen, megnyilvánuljon, és a környezetünkben. Hogy kimondjuk-e hittel, bizalommal, vagy pedig nem. Az újszövetségi görögben van két kifejezés, ami tipikus kifejezés az Isten igéjének a kimondásával kapcsolatban. Az egyik az úgy hangzik, hogy homologeo, a másik úgy, hogy kérüsszó. Mind a kettő ige. Az egyiknek az a jelentése a homologeónak, hogy megvallani. A kérusszónak pedig az a jelentése, hogy kihirdetni. Amikor megvalljuk Istennek az igéjét, az azt jelenti, hogy kimondjuk
a saját helyzetünkre vonatkoztatva az isteni tényeket és az Isten által már kimondott igazságokat. Emlékszem, hogy télen egyszer éjszaka álmomban nagyon éreztem azt, hogy, hogy ilyen gonosz támadás ér, és ilyen félelem jött rám, és rettegés, és mindenféle, néha előfordul ez, és ilyenkor tudom, hogy az ördög az, aki, vagy a gonosz szellemek azok, akik támadnak. És amikor felébredtem reggel, akkor olyan furcsa, tehát olyan rossz lelkiállapotban voltam, és aztán valamikor dél körül a Joelért mentem az óvodába szánkóval, mondta, hogy szánkóval menjek érte, tehát húztam fel a szánkómat a domboldalon, és egyszer csak arra gondoltam, hogy nekem nem kell ebben ez alatt a nyomás alatt lennem, nem kell ebben a lelki állapotban lennem, mert Isten engem megváltott Krisztusban, és én az övé vagyok. És elkezdtem hangosan kimondani azokat az igazságokat, tényeket, amelyeket Isten már elvégzett az életemben. Azt mondtam, én Isten gyermeke vagyok. Krisztusban engem ő megváltott. Minden bűnömet eltörölte. Elválasztott engem a régi életemtől. Átvitt engem a halálból az életbe. Átvitt engem a sötétségnek az uralmából az ő fiának az országába. Semmi közöm nincs az ördöghöz, a sötétséghez, egyetlen gonosz szellemhez sem. Én Isten gyermeke vagyok. És amikor kijelentő módban hittel ezeket elkezdtem kimondani, vagyis megvallani, akkor csak azt mondtam ki, amit Isten már kimondott. Amit Isten már kimondott velem kapcsolatosan, és elvégzett velem kapcsolatosan, azt én, annak én hangot adtam. Az én beszédemmel kimondtam. Mit tettem ekkor? Fogtam azt a bizonyos kardot, a Szent Szellemnek a kardját, és szembefordítottam az ellenséggel. És meghátrált, és elment, és Istennek a békessége, Istennek az öröme, és Istennek a szabadsága szállt rám. Szinte hihetetlen, hogy amikor az ember ezt elkezdi használni, akkor gyakran csak néhány perc elegendő ahhoz, hogy az ember megszabaduljon az ördögnek a támadásából. A másik kifejezés, amit használ a Biblia, az a kérüsz szó. Nagyon érdekes, mert amikor azt mondja Jézus, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot, akkor a magyar nyelven ez van, hogy hirdessétek, de a görögben az van, hogy kérüsz szó, ami ezzel az igekötővel egy picit többet jelent annál. Tehát kicsit más jelent hirdetni, mint kihirdetni. Hirdetni valamit, az csak azt jelenti, hogy úgy elmondom a többieknek, hogy ők is halljanak róla. De amikor azt mondom, hogy kihirdetni, akkor valami olyasmiről van szó, amit régen a hírnökök csináltak. Hogy volt egy uralkodó, az hozott egy törvényt, lepecsételte, és odaadta a hírnököknek, akik kimentek a falvakba, városokba, és mit csináltak? Doppergés mellett azt mondják, hogy most kihirdetjük, kettős pont, és elmondták azt a törvényt. Tehát tulajdonképpen ők egy felsőbb hatalomnak a rendelését juttatták érvényre azáltal, hogy kihirdették. Értitek? És azt mondta Jézus, hogy amikor elmegyünk, akkor hirdessük ki az evangéliumot. A Márk evangéliumának a 16. fejezetében a 20. vers, az a legutolsó mondatai a Márk evangéliumának, azt mondja, hogy miután Jézustól megkapták a parancsot az apostolok, elmentek, és kihirdették, itt ez a kérisszó ige szerepel, az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige kihirdetését a nyomában járó jelekkel. Mi történt? Akkor, amikor kihirdették az isteni beszédet, az isteni üzenetet, akkor Istennek az ereje mozgásba lendült, és csodák történtek, jelek történtek, és Isten beavatkozott ezeknek az embereknek az életébe. Tehát meg kell tanulnunk a gyakorlatban azt, hogy kihirdessük az Istennek a beszédét a saját életünkre nézve, a környezetünkre nézve, a családunkra nézve, az egészségünkre nézve, az anyagi helyzetünkre nézve, a szolgálatunkra nézve, az Istennel kapcsolatos státuszunkra nézve, a jövőnkre nézve, a múltunkra nézve, a jelenünkre nézve, kihirdessük az Istennek a beszédét. Nem elegendő csak a szívedben hinni Isten igazságaiban, hanem a száddal ki is kell mondanod, vallást is kell tenned róla, és ki is kell hirdetned. Azt mondja a római levélben a Biblia, hogy a szívünkkel hiszünk, hogy megigazuljunk, és a szánkkal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. A szívemben hiszek, és belül az a megigazulás létrejön bennem. De a számmal ki kell hirdetnem ahhoz, hogy az Istennek az ereje megszabadítson engem, és érvényt szerezzen az Isten erejének.
Amikor olvasod a Bibliát, akkor mindig keresd azt, hogy mit mond Isten. Mit mond Isten? Akár az Ószövetséget olvasod, régen történt dolgokat olvasol, ha nem is konkrét prófétai szakaszokat olvasol, hanem eseményeket, amik le vannak írva. Mindig arra a kérdésre keresd a választ, hogy mit mondott Isten ezzel? Mit mondott ki? Mi volt az az igazság? Mi volt az, amit ő kihelyezett a világba az ő szaván keresztül? Mi az, ami ebből érvényes rám? És amikor megértem azt, hogy mi az, ami rám érvényes az Isten beszédéből, és én elkezdek annak hangot adni, kihirdetem a saját életemre nézve, akkor Istennek az ereje mozgásba lendül. Testvérek, összhangba kell hoznunk a beszédünket Istennek a beszédével. Gondold végig, hogy a beszéded hányszor van összhangban Istennek a beszédével, és hányszor nincs összhangban Istennek a beszédével. Mondunk mindenfélét, és a beszédünk, a szavaink által olyan erőket szabadítunk föl, amelyek nem jótékony irányba befolyásolják az életünket. Hozd összhangba a szavaidat Istennek a beszédével. Csak olyan dolgokat mondj ki, amely harmóniában van Istennek a szavával. Nézd meg az életednek a különböző területeit. Nézd meg azt, hogy hol van esetleg deficit. Keresd meg, hogy mit mond Isten azzal kapcsolatosan. Kapcsolataidban probléma van? A családodban? Házasságodban? A anyagi életedben? Az egészségedben? A hitedben? A félelmekkel való szembenézésedben? Vagy bármely területen? Keresd meg, hogy mit mond Isten azzal kapcsolatban, és kezd a beszédedet összhangba hozni Istennek a beszédével. Kezd el aktívan, rendszeresen kimondani Istennek az igazságait. Kezd el kihirdetni Istennek az igazságait, mint egy hírnök. Juttasd érvényre Istennek az igazságait, és az életed hozzá fog igazodni ehhez. Mindjárt befejezem. Egy pár intést szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, ami nagyon fontos. Az első, hogy a megvallás, Isten igéjének a megvallása és a kihirdetése, az nem helyettesíti az Istenfélő és odaszánt és engedelmes életet. Vannak emberek, akik ezt a fajta kardot akarják használni úgy, hogy egyébként nem rendelik alá az életüket Istennek. Tehát semmiféle ilyen megvallás, kihirdetés nem helyettesíti az Istenfélő, odaszánt és engedelmes életet. Egy másik dolog. A megvallás és a kihirdetés az nem használható a vétkek, a mulasztások és a bűnök ellensúlyozására. A bűneim miatt vagyok ugye rossz lelkiállapotban, de ahelyett, hogy a bűneimet megvallanám és lerendezném, elkezdem megvallani az Isten igéket. De az egésszel csak az a célom, hogy a lelkemet valahogy felrázzam, és jobb állapotba hozzam, de nem igazítom hozzá az életemet Isten igazságához. Ez így nem működtethető. Aztán egy másik, hogy az ige az soha nem választható el Istennek a személyétől. Mert Isten mindig azt gondolja, amit mond, és mindig azt csinálja, amit mondott. Isten teljesen azonos az ő beszédével. Nem lehet külön választani Isten személyét az ő beszédétől. A célunk az, hogy harmóniába kerüljünk Istennel, és amikor megvalljuk az Isten igazságokat, és kihirdetjük az életünkre nézve, akkor is az elsődleges célunk az, hogy Istennel kerüljünk összhangba. A megvallás és a kihirdetés semmiképpen nem szolgálhatja a saját akaratunk érvényesítését, mint valami varázslási eszköz, hogy ezzel szerezzek érvényt az én akaratomnak. A megvallás által a saját gondolkozásunkat és akaratunkat egyre jobban hozzá tudjuk igazítani Istennek a gondolkozásához és az akaratához. Szerintem ez olyan létfontosságú, vagy annyira fontos dolog megtanulnunk, hogy, és a gyakorlatban alkalmaznunk, hogy nem lehet túl hangsúlyozni. Ez olyan, ha orvos lennék, ezt felírnám, nem tudom, naponta háromszor evés után, hogy Istennek az igazságait hirdest ki, valld meg, jelesd ki önmagadra nézve, a családodra nézve. Szeretnék ajánlani nektek egy könyvet, amit a múlt héten megvettem, mert ez a téma nagyon foglalkoztatott, és ez egy nagyon jó könyv, Derek Prince-nek az ige kihirdetésének az ereje, az a címe. És talán ismeritek őt, már meghalt, elköltözött az Úrhoz. 1915-ben született, és 2003-ban halt meg, tehát jó sokáig élt. És több évtizeden keresztül volt Istennek a szolgája, és egy nagyon elismert biblia tanító.
És ebben a könyvben arról ír, hogy hogyan ismerte föl a megvallásban, a kihirdetésben rejlő erőt, hogyan alkalmazta az életében a bibliai alapjait, nem egy vastag könyv. 10 darabot hozattunk belőle a héten, úgyhogy a leggyorsabbak majd megvehetik, kint van a kocsiba, 1350 forintba kerül. Úgyhogy nagyon ajánlom nektek, hogyha szeretnél megtanulni azt, hogy hogyan alkalmaz Istennek az igét, akkor olvassátok el. És befejezésül csak egy sztorit hadd mondjak el nektek. Nemrég voltunk egy gyereknapi programon többen a gyülekezetből, családok, a fővárosi nagy cirkuszban, akik ott voltak gyerekek, nagyon élvezték. És hát ez egy igazi nagy cirkuszi előadás volt, artistákkal, meg elefánttal, meg bohóccal, meg minden, amit akartok, és többek között volt egy tigris idomár szám is. Felállították ezeket a magas rácsokat úgy körbe a porondon, és akkor betereltek 5 erős, gyönyörű tigrist. És aztán bement a rácsok közé az idomár, 2 bot, egy bottal, meg egy ilyen ostorszerű valamivel, és akkor ott a produkcióval próbálta terelgetni ezeket a tigriseket. És az volt az érdekes, hogy azonnal nem sikerült, tehát ugráltatta őket, és akkor volt egy olyan momentum, hogy az 5 tigrist így egymás mellé akarta fektetni, hogy így szépen sorba feküdjenek egymás mellé, de mondjuk 2 sikerült, a 3. elment, és akkor az összes elment. És akkor vagy 3-szor megpróbálták, de nem sikerült. És olyan érdekes volt, izgalmas volt, mert ugye látszott, hogy izgul a fickó is, tehát azért érezte, hogy fenevadakkal van körülvéve, és ugyanakkor még a tigrisek így néha úgy elmordították magukat, meg így a kezükkel utána nyúltak, és látszott, hogy megvillant a szemük nekik, de ugyanakkor a félelem is ott volt a szemükbe. És végül a közönség tapsvihara közepette csak lefeküdt az 5 tigris szépen sorba, ahogy az idomár akarta. Azon gondolkodtam el, hogy a tigrisek igazság szerint egy csapásukkal el tudták volna egyedül is intézni azt az idomárt. Egy tigris, egy jól irányzott, normális ütéssel, amiért a dzsungelbe szoktak, simán elintézte volna azt az idomárt. Mégse tette meg. 1-2 tétova mozdulat volt, meg 1-2 vicsorítás volt, de nem tette meg. És arra jöttem rá, hogy ezek a tigrisek, ezek jelentősen túlértékelték az idomárnak a képességeit és az erejét. Ugyanakkor jelentősen alulértékelték azt az erőt, ami az ő birtokukban volt. És emiatt az idomár táncoltatja őket, és az ő életük nem szól másról, mint arról, hogy viszik őket városról városra, löknek nekik egy kis koncot, és úgy vonaglanak, ahogyan az idomár csettinget az ostorával. Holott más lehetőségük is lenne talán. Látszott rajtuk, hogy meg vannak félemlítve. Nem tudom, hogy milyen módszerekkel, biztos hatékony módszerekkel, de elérték. Isten téged arra teremtett újjá, amikor újjá születtél, hogy győz. Hogy az ördög ne tudjon téged semmilyen módszerrel idomítani, megfélemlíteni, és ne tudjon uralkodni rajtad. Hogyha uralkodik rajtad, az csak azért van, mert nem vagy tudatában annak, hogy milyen lehetőségeket kaptál Istentől. Többek között nem vagy tudatában annak, hogy milyen hatalmat adott Isten a kezedbe akkor, amikor az ő igéjét odaadta. Isten az ő igéjével teremtette meg ezt a világot. Hatalom és erő van az ő beszédében. Az ő szelleme minden alkalommal kimegy, amikor az ő beszéde kimegy. És ezt odaadta neked. Belezárta a Bibliába, és odaadta. És hogyha élsz vele, ha megismered, ha tanulmányozod, ha engeded, hogy a Szent Szellem felmelegítse a szívedben ezeket a beszédeket, akkor az az isteni hatalom és erő, ami bele lett helyezve, az kiszabadul az életedben. Legyél tudatában annak, hogy Isten milyen fegyvert adott neked, milyen hatékony fegyvert, és kezd el használni. Tanuld meg használni. Ma este már, vagy holnap reggel. Bármilyen helyzetbe kerülsz, nézd meg, hogy mit mond Isten azzal a helyzettel, azzal a dologgal kapcsolatosan. Gyakorold a hitedet, rendeld alá magad, engedelmeskedj, és vald meg, hirdest ki az életedre vonatkozóan, és Isten adjon neked győzelmet. Álljunk fel és imádkozzunk.